Sziasztok, srácok, illetve lányok! Én Domi vagyok, és a mai videóban elérkeztünk a legújabb videóba, ami Subway Surf videó, mert ugye lett egy új event, play event, ugye 2, és akkor elérkeztünk, és menjünk is még egyszer újra. Nagyon régen volt ilyen videó, úgyhogy most belemerülünk a Subway Surf világába egy eséssel. De ettől nem lesz semmi baj. Ugyanis katok, 4000 coinunk van, úgyhogy nagyon jó. És srácok, végre belemerülünk a Subway Surf világába. Most srácok, lesz Minecraftos videó is, úgyhogy srácok, még egyszer köszönöm szépen az 1000 feliratkozott, úgyhogy lesznek nagyba sorsolások, úgyhogy iratkozzatok fel és csapassatok a lájkot, mert ha ezt mind nem teszitek meg, akkor lehet, hogy lesz egy sorsolás, amiben pont te fogsz nyerni, és lemaradsz róla, és nem tudjuk neked elküldeni, és nem fogsz boldogulni például egy füleset, billentyűzete, Xbox-a vagy valamivel. Úgyhogy iratkozz fel, csapasd a csengőt, és csapasd a lájkot, fejed meg! Úgyhogy kezdjük eddig, amúgy, úgyhogy figyelek rá most egy kicsit, úgy nem estem el. Ez olyan furcsa, mert nem szoktam így maradni. Úgyhogy, jó, meg ugyas kacok, új videó felvevővel veszem fel a videót, ugye a Mobizenne. Szerintem nagyon jó, mert kipróbálgattam így a videó elején, felvettem ilyen videókat, mikrofonpróbákat, meg ilyeneket, és amúgy szerintem teljesen jó, nagyon jó, nagyon jó videó felvevő, úgyhogy akik csinálták, azoknak hatalmas pacsi és grat. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy le tudtam amúgy tölteni, és akkor most nagy valószínűséggel ezzel lesznek a videók, X-rekorda is nagyon-nagyon jó, azzal is nagyon sokszor vettem régen a videókat, az is imádtam, de most megláttam a Mobizent, aztán néztem ilyen videókat, aztán gondolkodtam, hogy inkább lecserélem az X-rekordet, lehet, hogy amúgy néha videókban rá fogok nézni az X-rekorderre, hogy azzal fogom felvenni, de azért legtöbb Mobizennel lesz. Meg szerintem amúgy most már mikrofon hangzás is jó, mert most beállítottam a mikrofonomat eléggé jóra. De akkor, ha így elmondtam mindent, akkor térjünk vissza a játékba, ugye ha hallhatjátok, akkor picit adok rá hangot. Elég jó a hang, a zene, meg ilyenek, tehát szerintem ez így az a event, az az új play event, az új frissítés szerintem 10 per 10 most. És srácok, vasárnap van, milyen volt a szombat, hol voltatok, nekem jó volt, na úgyhogy, igen, nem vettem fel a csizmát direkt, már idegesít. Jó a saját cipőmbe lenni. Jó, még egy el kell, és akkor kijön a green. Ez a zene fog jönni. Zene, emoji. Ennek a szövegnek kell kijönni, és amúgy most vettem így, ezt már így észrevettem, hogy ez ilyen városos, tehát város mellett van, mert látom, hogy azért hajók vannak, meg kikötők, meg vannak autók, házak, úgyhogy szerintem ez egy ilyen városos. Úgyhogy menjünk és gyűjtsünk pénzt, mert az a legfontosabb. Hú, és srácok, írjatok nekem kommentben, hogy milyen játékok legyenek. Erre gondoltam amúgy én, hogy írjatok nekem játékokat. Ki jött a green? Akkor nem kellett-e?
és kaptam egy bónuszládát. Srácok, tehát visszatérve, írjatok nekem játékokat, hogy milyen játékokat csináljak, mert nagyon én nem tudok ötleteket kitalálni, úgyhogy ti, skacok, írjatok nekem játékokat, hogy milyenek. Lének írhatok, amúgy nyugodtan írhatok Xboxos játékokat is, mert van Xbox, hú, majdnem elértem, nem már. Írhatok Xboxos játékokat is, azt is meg tudom csinálni, csak le kell tölteni. Úgyhogy bármilyen játékokat írhatok, tabletes, telefonos, Xboxos, mondjuk a tabletes, telefonos ugyanolyan, csak léci, srácok, PC-s játékok, várjatok, igen, PlayStation-os, meg PC-s játékokat ne írjatok, már azokat biztos nem fogom tudni letölteni, mert csak Xbox One-om van, nincsen PC, meg PlayStation-om, és amúgy a PlayStation nem is nagyon szeretem. Úgyhogy... Mert srácok, lesz rolleres videó is kedden. Igen. Máshol lesz a környezet, skatepark, mert le fogunk menni Balatonra hétfőn, lemegyünk Balatonra, mert úgyis mennénk amúgy Balatonra. Lemegyünk Balatonra, és visszük a rollert, és ha mondtam anyának, hogyha már lemegyünk Balatonra, akkor menjünk már le, vigyünk rollert, aztán menjünk le a skateparkba egy jó rolleres shortsot, montást csinálni. Anya beleegyezett, úgyhogy az lesz a nagy harci helyzet, hogy kedden várhatjátok a nagy rolleres csapatást. Hát amúgy nem jobb az a balatoni skatepark, nem jobb, mint a itt Kaposváron Tesco mögötti skatepark, amit csináltam már videót, az nem jobb a balatoni, mint ez, csak nem el fogunk menni Balatonra, és gondoltam, hogy akkor már csináljunk, mert ugye ott is van skatepark. Úgyhogy... Bocsis, kacok, csak jött egy reklám. Tehát akkor... Imádom ezt a zenét, várjatok. Várjatok, oda kéne figyelni a játékra. Csak fel akarom hangosítani. Így. Szerintem nagyon azért lehet ilyen jól játszani, mert szerintem ez a zene, amit csináltak hozzá, nagyon megnyugtató, meg ilyen nagyon ilyen rockos, jó. Tehát pont ez a környezethez illik amúgy. Amúgy ez az egész környezethez illik, ugye a Subway Surf-nek az alap ilyen a tű-tű-tű-tű, ez az alap zenéje benne van. Csak hozzávágták ez a zenéhez, tehát ha tudnám ennek a címét, ennek a zenének, akkor nagyon jó lenne, mert szerintem nagyon jó. Meg ugye hozzárakták a Subway Surf-nek az alapzenét, hogy tű-tű-tű-rű-rű, ugye ezt az alapzenét, na mindegy is, nagyon jó. Ne! Azt a... Hogy megcsináltam? Nem értem el. Aj. Úgyhogy... Jó. Ne! Aj, igen, meghaltam azért... Mert azt hittem elkapom, de nem. Srácok, de akkor szerintem ez a videó ennyi is lett volna. Hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Csak vicceltem. Haha. Csak vicceltem, srácok, csapatjuk, amíg az eszünk ellát.
csapatjuk, amíg a szemünk kell, de hogy hagyjuk abba, hát csak vicceltem. Meg amúgy eléggé kell jönni kört, mert kell szerezni dobozokat, ládákat, hogy tudjunk nyitni. Tehát én amúgy nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én úgy nevezem a szemvészetben a ládákat, hogy Mystery Box, mert amúgy meg a Brawl Stars-ban is úgy nevezem őket, hogy Mystery Box, mert ugye a Mystery Box az azt jelenti, hogy lehet rendelni Mystery Boxot, az az, hogy nem tudod, hogy mi van benne, tehát magyarul két kérdőjeles doboz, ha jobban mondva akarom, ha valaki nem tudja, hogy mi az a Mystery Box, akkor inkább jobban mondva, hogy megértse, kérdőjeles doboz, mert az, hogy például mondok valamit, egy dobozban van egy, nem tudom, van egy billentyűzet, meg egy egérpad, egy füles, meg egy egér, meg egy mikrofon, van egy nagy egy hatalmas nagy dobozban, és te nem tudod, hogy mi van benne, tehát rá se írják, hogy mi van benne, tehát interneten csak rákereső Mystery Box, és akkor kiadja. Hát amúgy vannak olyan Mystery Boxok, ahol ráírják, hogy mi van benne, de azért szoktak ráírni, mert gondolják, hogy a barátaitoknak külditek. De akkor srácok, ez a videó ennyi lett volna, hogyha tetszett, csapassatok egy lájkot, és iratkozzatok fel. Én Tomi voltam, sziasztok! Sziasztok! Stop it, time.